Modernizációs kényszer és termékfejlesztési szándék is vezérelte azt a technológiai korszerűsítést, melyet a közelmúltban hajtottak végre a Hévízgyógyfürdő ISAP üzemében. A termékfejlesztésnek alapvető feltétele volt, hogy megfelelő előállítási, gyártási technológiával rendelkezünk. Éppen ezért hozzá kellett nyúlnunk az ISAP előállító üzemünkhöz, amely nem csak építészetet jelentett, hanem magát a technológiai folyamatot is jelentette mind, egészen az elejétől, tehát a bányászattól kezdve, a tőzegbányászattól kezdve a beszállításig, a tőzegnek az előkészítése, a gyógyvízzel történő keverése, és magának az ISAP-nak, és ez egy újdonság, a hőkezelés technológiájának a kialakítása. A hőkezelést azért tartottuk fontosnak megvalósítani, mert igaz, hogy nem sterilitásra törekszünk, de azért csíramentességre igen, tehát az ISAP-nak a használata ezáltal teljesen biztonságos tud lenni, tehát olyan mikroorganizmusok nem fordulhatnak elő benne, amely bármilyen problémát is okozna a későbbiekben, de ugyanakkor az ISAP-ban található anyagoknak a hatására nem gyakorol negatív folyamatot maga a hőkezelés. Az üzemben a fejlesztésnek köszönhetően különböző szemcsenagyságban tudják előállítani az ISAP-ot, ami újabb termékfajták gyártására is lehetőséget ad. Szándékunk különböző gyógyhatású készítményekkel még párosítani magát a gyógyiszapot, ezzel is a hatását még növelni, illetve kombinálni egyéb gyógyhatású készítményekkel. Ez elengedhetetlen volt, hogy maga a szemcsenadság, maga az állaga az erre alkalmas legyen, hogy ezeket a párosításokat, házasításokat meg tudjuk tenni. Milyen készítményekre gondol konkrétan? Magát a gyógyiszapot és egyéb gyógyhatású készítményeket, mint például a kamillavirágot, a kámfort, vagy bármilyen más gyógyhatású készítmény, gyógynövény kivonatot tudunk vegyíteni, és ezzel is mind a gyógyiszapnak, mind a gyógyhatású készítménynek a hatását tudjuk erősíteni, illetve kombinálni. A termék és szolgáltatás paletta bővítése az üzem mellett a Tófürdőben is folyamatos, ahol a gyógyiszap jótékony hatását a közelmúltban kialakított ISAP-medencében is érzékelhetik a vendégek. Valamikor volt ISAP-medence, a kifolyóban használták az úgymond ISAP-medencét az itteni lakosok, és nagyon sokat gondolkodtunk, hogy hogy lehetne ezt visszahozni, hogy az emberek ne csak úgymond idézőjelbe téve mesterséges módon, tehát egy kezelőhelységben, ISAP-pakolás keretében vegyék igénybe, vagy tudják igénybe venni az ISAP áldásos hatását, hanem az ISAP hatását is, meg a fürdőzésnek az élményét is egyszerre tudják élvezni. Ezért határoztuk el, hogy és maga az épület is adta ezt a lehetőséget, hogy a Tófürdő középső részén ki tudtunk alakítani egy olyan medencét, amely tulajdonképpen alkalmas arra, hogy ne süllyedjen le az ember, tehát valóban egy medencét körbe tudtuk venni megfelelő anyagokkal, amelyek az áramlást, a víznek az áramlását, és természetesen az ISAP-nak is bizonyos mozgását tudta biztosítani. Nagyon szeretik a vendégeink, és örömmel használják.